Sziasztok! Én már csak két csapatunk maradt állva a nemzetközi kupaporondon, viszont így is két ellenfelet ezen a héten be tudunk mutatni. Az Ír Semrak Ráverszel találkozhatok ebben a videóban, a Ferencváros Európa Liga rájátszásos ellenfelét fogjuk most bemutatni. A Semrak együttese egy dublini csapat, amelyet 1901-ben alapítottak, és 16-szor nyerte meg az Ír bajnokságot, legutóbb is ők lettek az Ír bajnokok, illetve 25 ször szerezte meg az Ír Kupa serlegét. A Samrak együttese a Bajnokok Ligája selejtezőjében előbb egy 3 0 as győzelem után egy idegenbeli 0-0-val lejtette ki a Máltai Hibernians együttesét. A második körben azonban kiesett a bolgár Ludogoretszel szemben, annak ellenére, hogy kettőgyre megnyerte a hazai visszavágot. A Bulgáriában felszedett 3-gólos hátrányt már nem tudták ledolgozni az írek. Az Európa Liga harmadik selejtező körében kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel tudták kiejteni az Észak-Macedón Skupi együttesét. A bajnokságban pedig a hétvégén 0 0 játszottak a Derry City ellen pénteken, amelyet egyébként halasztani akartak, de ebbe az ír szövetség nem egyezett bele. Az ír bajnokságot jelenleg a Semrak vezeti, legutóbbi két meccs döntetlen lett, 53 ponttal az első helyen állnak 25 -t. találkozót követően szinte csupa ír játékos alkotja a Semrak együttesét, a vezetőedző is ír egyébként Stefan Bradley személyében, egy zöldfoki szigeteki védőn Roberto Lopesen kívül, három kapus közül ketten nem írek, egy északír áll a Manus személyében, illetve Leon Pols német származású. Dublin déli részén található a Talla stadion, ez a Semrak otthona, ahova egyébként 8000-en férnek be. Az elmúlt 30 év nemzetközi kupa küzdelmeit figyelve egyedül csak egyszer találkoztunk ír ellenfélel, két éve a molfehérvár Fehérvár egy mérkőzéses párharcban ejtette ki a szintén ír bohémiens együttesét. Emellett tavaly a Magyar Labdarúgó válogatott találkozott az írekkel, egyébként a legutóbbi két Magyarország-Írország meccs egyaránt nulla-nulla lett. Papíron tehát a Ferencváros az esélyese a párharcnak, viszont természetesen nem szabad lebecsülni az íreket, akik ugye a Ludogarecet is megverték és himelítottak túl az Észak-Macedon bajnokon is. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!